Miért van szükségünk legendákra? Olyan meseszerű történetekre, amelyek egyébként valamennyiünket túlélnek. Őrizzük és továbbadjuk ezeket. Talán azért, mert az ember válaszokat keres kérdéseire, a természettel, az emberi természettel és bizonyos rejtelmes esetekkel kapcsolatban is. És ha a kérdésre sehonnan nem jön a válasz, hát ő maga kitalálja. A lábhoz több népmonda fűződik. Ezek a mondák, legendák azonban nem csak a lábhoz, hanem a láb által védett várhoz és a vár lakóihoz is kötődnek. Az egyik legismertebb monda, ami az ecsedi lábhoz kapcsolódik, az, hogy a hajdani ecsedi láb olyan mély volt, hogy amikor az itt élő emberek 100 üles kötelet lebocsátottak a lábnak a fenekére, vagy próbálták megmérni, hogy milyen nagy a láb, vagy milyen mély, akkor ez a kötél sem ért le az aljáig. És azt mondták még az itt élő emberek, hogy ebben a hatalmas mocsárban élt egy óriási sárkány, aki nagyon kártékony volt, és folyamatosan pusztította a környező falvak lakosságának az állatállományát, és ezért a király kihirdette, hogy aki meg tudja ölni ezt a sárkányt, annak nemességet és birtokot adományoz. A legenda szerint opos vitéz volt az, aki legyőzte a sárkányt, leereszkedett a víz alatti birodalmába, és egy buzogánnyal fejbe ütötte, és bizonyítandó, hogy ő megtette ezt a hős tettet, ezért 3 sárkányfogát kitörte, és ezt a királynak megmutatta. Aki ezért birtokokat, nemességet adományozott neki, és a legenda szerint innentől hívják magukat bátornak, vagy bátor opos lett ezután a vitéz neve, és a bátoriak innen származtatják magukat, amiben abban is megjelenik, hogy a címerükben ez a 3 sárkányfog jelenik meg. És egyébként ennek még az is az érdekessége, hogy ez a bátor opos, aki Salamon királynak volt a vitéze, őról a fennmaradt egy olyan történet is, hogy legyőzött egy sevitézt, amiért a király nemesi rangra emelte, és valószínűleg ez a párviadal, vagy ez a momentum jelenik meg Arany Jánosnak a Toldi című költeményében is. Úgyhogy elég ismert, Ecseden is ez a mai napig létező és nyomon követhető monda. A láb egy igen veszélyes terület volt, akik nem ismerték, könnyen bele is veszhettek. Van több olyan történet, ahol lidércekről esik szó, és tüzes mérnökökről. Ez a kettő összefonódik, mert a tüzes mérnökről azt tartották, hogy mindig, amíg halála után is mérte a lábot, mert sokszor nem volt egészen korrekt az emberekkel kapcsolatban, és a helyiek ezt úgy próbálták feloldani, hogy az lett a büntetése ennek a mérnöknek, hogy halála után kísértetként járta a lábot, és akkor mérte fel a területet. Sokszor tüzes alakban jelenik meg, úgyhogy így kapcsolódik egy kicsit össze az alakja a lidércnek az alakjával, akiről, vagy amiről azt tudhatjuk, hogy egy ilyen kék fénnyel szokott megjelenni a lápon, és jellegzetes mondai elem még az is, hogy ahol ez a lidérc fény megjelenik, ott kincs van elásva, úgyhogy a helyiek előszeretettel próbálták ezeket a kincseket így felderíteni, és figyelték az éjszakai lápi világot, hogy hol lehet ezt a lidércet látni, és akkor a nyomába eredtek a kincsnek. Láb már nincsen, lidérc fények sem világítanak, és azt sem lehet tudni, hogy a kincsek megmutatták-e magukat valaha a láb lecsapolásakor. Nem csak láb nincs ma már, hanem az általa védett vár is rég a múlté. A várat 1354-re építették fel, a bátori család volt ekkor itt a birtoknak a tulajdonosa, és ők kaptak engedélyt arra a királytól, hogy ezen a területen, ahol ők szeretnék, egy erősséget építsenek, és így esett a döntésük Ecsedre és a környékére. Ami érdekesség, és nem sokan tudják, hogy de ez is mondákban fennmaradt, úgyhogy a helyiek azok hallottak róla, hogy ez a
ez a bizonyos láp, ez nem véletlenül volt az Ecsedi vár körül, hanem a bátoriak szándékkal vezették ide a folyót, a Kraszna folyót, és mocsorasították el itt a területet, hogy nehezebb legyen a lápot megközelíteni. És az is a feladata volt az ecsedi várvédőknek, hogy télen, amikor befagyott ez a védelmi rendszer, vagy ez a láp itt a környéken, akkor ezt nekik fel kellett törni. És mindig odafigyeltek arra, hogy itt vizes terület legyen, és ne tudjanak közel kerülni a várhoz. Ezt a várat soha nem tudták elfoglalni, hanem csak megegyezés alapján kerültek be idegen katonák az erősség mögé. De hová lett a vár? A Károlyi család kezdte el ennek a várnak a széthordását, az Olcsvai kastélyának az építéséhez, akkor a Nagy Károlyi templom építéséhez vittek el köveket, faragott köveket, vas elemeket, láncolt, a felvonó hídnak a láncát például, de nagyon sok leírásban olvashatjuk, hogy bizonyos dolgok hová kerültek a várból. A 100 éves pernek a tanú iratai, vagy a per iratokból az is kiderült, hogy az ecsediek hogy viselték, vagy hogy álltak hozzá ennek a várnak az elhordásához, és hogy tényleg foggal és körömmel ragaszkodtak ahhoz a területhez, ahol a hajdani ecsedi vár állt. Történetek az egykori vár egykori uraihoz is kötődnek. Időben az első ecsedi bátori István, aki imádkozó főúrként is neveznek, ő egy református birtokosa volt a településnek és az ecsedi várnak is. Őróla még a mai napig tudják az itt élők, hogy ő nagyon erős pártfogója volt a reformátusságnak és a Károlyi Bibliának a kiadásában is segített. Őróla tudják azt is, hogy az összes katolikus javakat összeszedette a templomokból, és azokat elzárta, mert annyira nem tudott közösséget vállalni a katolicizmussal, és annyira ragaszkodott a várához, a betegsége miatt is, mert ízületi betegsége volt, ezért nem olyan gyakran mozdult ki a várból, de kötődik egy olyan történet, vagy mondja az ő alakjához, hogy egyszer, amikor országgyűlésbe hívták, akkor azt mondta, hogy ő nagyon szívesen elmenne, el is indult, de csak Ecsed határáig, mert hátra nézett háromszor is, és mindig megkérdezte, hogy na, jön utánam az ecsedi vár, és mivel nem jött, azt mondta, hogy ha az ecsedi vár jönne velem, akkor ő is elmen, vagy én is elmennék a gyűlésbe, de így sajnos nem tudott elmenni, mert nem jött vele a vára. Bátori Gábor erdélyi fejedelemhez kötődik a következő monda, ugyanis a helyiek sokáig mondták a szép daliás gyerekre, fiú gyerekre, hogy tiszta Bátori Gábor, vagy hogy olyan vagy, mint Bátori Gábor, és egy történetet is fűztek ehhez a daliássághoz, hogy Bátori Gábornak volt egy kardja, amivel egy suhintással le tudta vágni egy bikának a fejét, és azt a bátori templom tornyán az keresztül is tudta hajítani. És a király egyszer üzent neki, hogy küldje már fel Budára a kardot, mert hogy ő is meg szeretné nézni azt a csodatévő kardot, amivel ilyen nagyot lehet ütni. És Bátori Gábor olyan erős volt, hogy a kardjával egy suhintással le tudta vágni egy bikának a fejét, és az a monda maradt még meg róla, hogy azt a bika fejet, azt át is tudta dobni a bátori templomnak a tornyán, vagy keresztül tudta dobni, és a király, amikor ezt meghallotta, akkor üzent Bátori Gábornak, hogy küldje fel Budára a kardját. Ugye ez meg is történt, de a királynak nem sikerült ugyanez a hőstett, ő nem tudta a bika fejét levágni, és ezért visszaüzent Bátori Gábornak, hogy ez a kard, az nem az a kard. És erre Bátori Gábor pedig visszaüzent, hogy a kard az, de a kar az nem az. Akihez a legtöbb monda kötődik itt Nagyecseden, és a helyiek még a mai napig elevenen őrzik a kultuszát, az Rákóczi Ferenc, akiről a szájhagyomány az megőrizte, hogy nagyon nagy pártfogója volt az ecsedi népnek, és bármivel fordultak a fejedelemhez, akkor abban próbált nekik segíteni, és ezért nagy szeretet övezte. Az egyik monda, ami hozzá kötődik, hogy Rákóczi Ferencet, amikor el akarták fogatni, akkor Rákóczi Ferencnek volt egy táltos
asszonya, akit behívatott itt az Ecsedi várban, és mondta neki, hogy menjen el Budára, és tudja meg, hogy mit akarnak felőle, vagy mit végeznek felőle. És ez a táltos asszony az egyik változatban légy alakjában, a másikban pedig lepke alakjában felment Budára, vagy felrepült Budára, és akkor kihallgatta a tanácskozást, ahol eldöntötték, hogy 3 nap múlva Rákóczi Ferencet el akarják fogni. És ezért, amikor visszatért az Ecsedi várba, akkor elmondta ezt Rákóczi Ferencnek, és azt a tanácsot adta neki, hogy fordítva veresse a patkót a lovának a lábára, és akkor nem fogják tudni követni, és nem fogják tudni, hogy jön vagy megy éppen. És a másik tanácsa pedig az volt, hogy az aranyait és az ezüsteit azt veresse rudakba, és falasztassa be az Ecsedi várba. Úgyhogy ezt még a mai napig ismerik az itteniek. A másik legismertebb mondait Nagy Ecseden pedig az, hogy Rákóczi Ferencnek volt egy lánya, aki beleszeretett egy osztrák katonatisztbe, és ezért elárulta neki azt az egyetlen bejáratot, ahol be lehetett jutni a várba. Rákóczi Ferenc, amikor ezt megtudta, elátkozta a lányát, és az volt a büntetése, hogy halála után az Ecsedi vár alagútjaiban kell kísértenie, és minden évben csak egyet ölthet a jegyingén. És sokszor még az öregek elmondták, hogy valamikor itt a vásártér, a hajdani vártérnek a területéről ilyen érdekes sírást hallottak, és hogy ez Rákóczi lányának a hangja lehet, és hogy ő az, aki sír. Olyan mondát is hallottam itt helyiektől, hogy az az Artézik út, ami itt a várhoz a legközelebb van, az is Rákóczi lányához kötődik, mert azt mondták róla, hogy Rákóczi lányának a könnyeiből folyik a víz, és mindaddig nem fog ez a kút kiszáradni, amíg Rákóczi meg nem bocsát a lányának. A várhoz kötődő mondáknak van egy olyan oldala, ami az alagutakkal foglalkozik, és azt is beszélték a helyiek, hogy a Rákóczi várakat alagutak kötötték össze, így például Munkáccsal, Erdőddel, Nagykárollyal, Vajával, és a nem messze található sárvári romokkal is. És akkor, hogy ebben az alagútban voltak befalazva Rákóczinak a kincsei, amire ugye bizonyítékot nem találtunk, mert az alagutakat sem találtuk meg, de annyi magyarázata lehet az alagutaknak, hogy a vár alatt egy egész nagy pince rendszer húzódott, amit az itt élők gondolhattak alagútnak is, mert többször elmondták, hogy itt a beombló föld alatti járatokból denevérek repültek fel, és hogy ez biztos arra bizonyíték, hogy ezek az alagutak léteztek, de mindenképpen a pincének és a szellőzőknek a létét azt bizonyítja. A néprajzi kutatások folytatódnak, és a régészeti történeti feltárásokat sem betették el a településen, és bár időben egyre távolodunk a régmúlt eseményeitől, újabb és újabb történetekre derülhet fény. Nagy Ecseden jó eséllyel. Ma már nincs tehát láp, nincs vár sem, de mindezek bizonyítékaként áll a településen a múltat felkínálva a látogatóknak a Berei József helytörténeti gyűjtemény. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.